Hát akkor itt most a világos meg a sötét oldal akkor találkozik. A fény és a sötétség ismét összecsap. Ez hanyadik? Ez a 33-dik? Faszom tudja, hanyadik. 33, de milyen jó, hogy most nem a telefonommal veszünk fel, úgyhogy meg is tudom nézni, hogy hanyadik kiveséző. Laggol nekem a képernyő. Ez egy szar. Ne basszál. Nem áll. Lehet, hogy csak picit. Látod, ahogy na, mozgok, sebes gazella mozgásomat. Ez egy kicsit tiszt, darabosan. Mivel elviselni? Nem tud vele mit kezdeni. Nem képes, geci. Nem. Hát ezzel az emberrel nem lehet bírni. Igen. Azért ellenőriztem magunkat, mert azért milyen jó lett volna, ha végig nyomatjuk, hogy ez a 33-dik, de egyébként már volt. Úgyhogy, ja, akkor nagyjából megbeszéltük, hogy mi a faszról fogunk beszélni, szerintem nagyjából tudjuk, hogy mi lesz. Jó, akkor így most egy ilyen rendhagyó módon akkor üdvözlünk mindenkit a 33. kivesézőben. A karantén kivesézőben, szavazd. Igen, ez az első karantén kivesézőben, ez most ilyen nagyon sajátos lesz. Igazából egyébként két különböző szobában vagyunk, de ugyanabban a lakásban. Egyébként nem. Csak nem, a végén elhiszi valaki. Tehát, hogy most én már próbálkoztam az előbb ezzel, hogy itt átnyúlok, de semmi nem történt. Hát, nézzel, mit geget... szólsz, hogy átnézel? Igen, jó, rendben. Mintha nem is készültünk volna erre, akkor átnézek, jó? Azt a geget. Mit tudsz? De szar! Te de legalább mozgass már el, amikor már látod, hogy itt a fejem. Nem tudom, hogy mozogsz te, hát nem vagyunk mi szimbiózisban. Hát elég nagy probléma ez, kérlek szépen, ennyi idő után. Na, úgyhogy nem meglepetés szerintem senkinek számára az, hogy mi most miért vagyunk így. Nagyon sokan vannak szerintem így, hogy most otthonak is, az otthon melegében vannak. Elindult ez most már pár hete ez a folyamat. Először úgy indult, hogy mindenki azt mondta, hogy túl van reagálva. A nagy vásárlás az mindenképpen túl volt reagálva. Most viszont már azért elég éles a helyzet, úgyhogy főleg így most az arcodra van írva, hogy nálad mennyire éles. Most a bolonyait próbál, de hát akkor itt... Nálam a vészhelyzet van. Nem, nálad vészhelyzetet hirdetett a szád. Olyan sárgás az arcom alapból. De figyelj, de most nézd rám! Hát hogy nézek ki? Hát látom, hogy te hogy nézel ki, hát arról inkább ne ejtsünk szót. Igen, azt nyomd a festéket, nem tűr, hogy ez a képminőség, meg minden, amit eléd tárul. Gondolkodtam rajta, hogy amíg indul most már a home office buli, akkor én elkezdem megereszteni a szakállamat. Hogy és addig, ha kijössz a home office-ból, azért azt olyan leszel, mint a izé. De ez Tom Hanks a számkivetetben. Pont az jutott eszembe, na, csak a karakter nevét akartam mondani. És azt mondta, hogy nem vagyunk szimbiózisba, bazd meg. Látod? Csak próbálom meggyőzni magamat, de hát igen. És a hónom alatt lesz a Wilson. Emlékszel a Wilson? Vagy én leszek a hónod alatt. Te leszel a Wilson, igen. Úgyhogy nem tudom, meddig fog tartani. Veres kézbenyomat, így az arcomon. Szóval nem tudom, meddig fog tartani, de hogy azért lehet, hogy akkor addig egy ilyen challenge lesz, hogy akkor addig nem borotválkozok. Hát már mint itt. Nem tudom, meddig fog tartani, de én eszek addig egy vitamin. De te bedobsz egy vitamint? Én vitamin fontos. Semmi nincs, még innivaló sincs a közelembe, úgyhogy remélem, hogy nem kiszállod meg innen. Kérsz egy kis vizet? Hát most ne provokáljál. Nekem van vizem. Jó, hát nagyon jó. Nem kell pisilni? Még nem kell. De itt hagylak, és akkor az négy feles, hogyha kimegyek. Még a régi zép időkben úgy volt. Szóval jó, beszélni fogunk itt majd. Hát arról, amit most mindenki beszél. Karate koronáról. A Freak Show. Ja, nem rólunk beszélni. Igen, úgyhogy arról biztos, hogy fogunk most kicsit értekezni, és nem szabad az archoz nyúlni, de nézek én már rögtön. Egyébként ezt mennyire tudod betartani, ezt, hogy te nem nyúlsz az arcodhoz? Én próbálkozom vele, de egyébként így a... Hát vagy máshoz nyúlsz folyamatosan. Hát nekem folyamatosan ezért tökömet fogom, úgyhogy ezzel próbálom kivédeni ezt az egészet. Nem mondom, hogy sikerül, mert néha azért az orromba bele kell nyúlni, de ez igyekszem. Hát az ember az igyekszik ilyenkor. Muszáj megragadni minden alkalmat arra. Megnyugodtam. Azt beszéltem egyébként most a melóban, hogy ugye most már nagyon szépen mindenki betartja ezt a másfél métert. DM-be is volt a spárba is, Osamba is, és mindenhol már ki vannak jelölve ezek a témák, hogy most tényleg büdösnek lenni. Mert most igazából lehetsz. Most nem kell annyira figyelni a higiéniára, mert büdös vagy, hát nem nagyon érzik, mert ott el két méter állnak tőled, nem gáz. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezt most izébe játszom meg. De mindig megragadod a jó dolgokat azért, hát, az ilyen dolgok. Pozitívan kell hozzáállni, nem szeretek. Hát akkor végülis az lesz, hogy... Nyert.
Nyertem, nyertem. Akkor te most full büdös leszel, mert zuhanyozni nem fogsz végül is, csak kezed fogsz most, tehát a kezed az illatozni fog, az lesz, hogy te egy ilyen merő dzsúva leszel, de itt a kezed az egy ilyen gyönyörű szép hófehér csillogó valami lesz. Hát igen. Én biztos hát... láttad már ezt a mémet, a Terminátor, hogy láttam, 50, igen, nem tudom, hány szom. 400-szor mosol kezed, nem tudom. Igen, és az a jó egyébként ebben az egészben, hogy amilyen szörnyű dolgok történnek most szerte a világban, mert ez most mindenkit érint. Mégis azért mindenki megőrizte a humorát, és annyi ilyen mém születik, meg annyi fasság, hogy tölsz a röhögésre. Tele van az internet ilyeneket, de már nem is tudom, valahol itt Magyarországon valaki már szóvá tette, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, hogy így mémekkel dobálóznak ebben a témában, de hát most mit csinálj, most mindenki sírjon? Attól, hogy sírsz, attól most nem lesz jobb. Hát most mindenki karanténban van azért ítélve, mindenkinek otthon kell maradni. Hát az emberből kikívánkozik a kreativitás, de ez muszáj. Még belőlünk, hogy itt most ilyen izébe nyomjuk, ilyen parti zoomba. Persze egyébként nagyon szomorú az egésznek, hát mindenki pánikol miatt egy kicsit, meg mindenki várja, hogy mi lesz. Bizonytalanság van ezerrel. De hát most mit tudsz csinálni? Hát most attól, hogy szomorú leszel, akkor sírdogáztan átad, én szétdörzsöltem a szememet. Láttam, azt figyeltem, nem akartam. Attól nem lesz. Én most alapvetően azért nem nyúlok a szememhez, nem is csak a korona miatt, hanem azért, mert erős paprikát tettem, mielőtt most indult volna ez a téma. Tehát ott azt szerintem kiégetném a szememet most, hogyha így belenyúlnék. Egy óvakodok most ettől a mozdulattól. És ugye a másik az, hogy azt nem tudom, hogy hallottad, de hogy elméletileg volt valami ilyesmi, csak nem néztem jobban utána, mert hát minek is néznék utána, hisz ez a kivezséző, ahol nem vagyunk felkészülve semmiből, hogy a YouTube azt hiszem nem fizet, vagy nem lehet monetizációt bekapcsolni azokon a videókon, ahol te a koronavírusról beszélsz, és ezért meg is gyanúsítottak egy csomó hazai influencert, hogy valószínűleg azért nem beszélnek erről a témáról, mert hogy nem kereshetnek pénzt az adott videóval, vagy csak szimplán leszarják. Én nem tudom, hogy ebben mennyi az igazság, mert majd most ezzel a videóval kiderülhetne, de hát amúgy is most egy kivesézőben menj, hány forint van? Kettő petákot ér körülbelül. Inflációt nem számolva kettő petákot szerint között. Igen. De hogy ez is... Hogy, de én is hogy, olvastam valamiért amúgy, hogy a YouTube az most már így figyel rá, automatikusan Durván szankcionálja, gondolom, mert lehet, hogy vannak ilyen nagyon nagy pánikkeltő emberkék, az lehet, igen, biztos, igen. Biztos van, voltak ezek a fajta youtuberek, akik tudod, hogy elbújtam az IKEA-ba egész éjszaka, most meg az lesz, hogy nem tudom, vettem 8 kiló lapockát a Spárba, vagy vettem 20 000 tekercs WC-papír, gyere vele. Megöleltem 3 embert az aluljáróban. Igen. Hát igen, de utána egy csomó ilyen ember van, forma van, aki ilyen álhíreket terjeszt el az egészre, bazdmeg. Hát ezeknek a kezét törném. Ja, hát rengeteg van. Hát most ma már beszéltünk. Ami megy, bazd meg. Hát eleve, amiről beszéltünk a maszkokról is, hogy hányféle dolgot hallasz már a maszkokkal kapcsolatban, igen, hogy most igen. Akkor hordjál, ne hordjál, ilyen maszkot hordjál, olyan maszkot hordjál. Van, akik ilyen fashion statementnek kezelik a maszkot, hogy csinálnak 80 millió képet magukról, hogy milyen kurva jól néznek ki benne. Ma volt a mosamban, ott mondjuk az egy látvány volt, azért ez menő látvány volt. Csávó ilyen ordibába beszélt a telefonba, és alig hallotta, hogy mit mondanak neki, azért mert egy ilyen full tető, full arcot kitakaró gázmaszk, vagy nem tudom, mi a faszom volt rajta. Tehát azt hittett, hogy a Mad Max-ba jött a csávó. Ez kegyetlen volt. Ja, amúgy most már úgy néznek ki az emberek. Az már full Mad Max. Meg az utcán is egyébként elég ilyen kicsit ilyen apokaliptikus most már, hogy minden tizedik emberen van valami maszk. De hát ezt a maszkot is azért azt nem igazán jól használják. Ezt mindenki boldog-boldogtalan hordja, de az igazából, tehát ez a full gagyi orvosi maszk, ez nem arra való, hogy ez most megszűri neked a témát, meg hogy nem kapod el tőle a cuccot, mert még rosszat is tehetsz vele, mert hogy fogod, arcodra ráteszed, láttam olyan videókat, hogy csáva, hogy próbált igazítgatni, és szemére rátette, nem tudta, hogy tegye, meg mit tudom én, szerencsétlenkedett, minden ez a lényeg, hogy tudod, ez orvosokat véd, vagy nem, ez a betegeket védi a műtés közben, a orvosi sebészmaszk, azért, hogy cseppfertőzéssel terjedő cuccokat, azokat ne adja át a betegnek, aki fel van nyitva ott előtt a szerencsétlen műtőasztalon. Tehát ez pont a fordítottja, amikor neked már tüneteid vannak, akkor feltétlenül hordani kell, de hát az nem akadályozza, hogy te azt elkapd. Meg egyébként is, érted, most valaki hordja, és csomószor láttam, hogy egy hordja, és akkor elkezdte így mackálni, és akkor így az arcába neki állt megint turkálni, hát az még csak rosszat is tesz vele. Hát, pláne, ja, én pont most láttam, hogy egy pár sétálgatott, és úgy volt a maszk rajtuk, hogy végül is már így lehúzták, és így itt lógott csak a nyakukba. És akkor közben sétek. Azt nem sértem, hogy mit akar, az Ádám csutkáját akarta védeni a csávó, a csaj, meg nem tudom mit.
kicsit érdekes. Meg ráadásul bepárosodik, tudod, és akkor az a baktériumotok a meleg ágya, tapad rajta minden, aztán aha, fogod, előről leszeded, és azt hiszed, hogy menő vagy, mert nem jött be a szárba, de hát a kezed tiszta baci onnantól kezdve. Uh-huh. Meg van, de van ez a fullos maszk, ez a Bane maszk, amit fölteszel, aminek van szűrője meg minden, na az már ez már patent, de hát én sehol nem találtam. De ugye az a probléma, hogy ez, tehát a kötőhártyán ugyanúgy bekerül, meg bármilyen dolgon bekerül a szervezetedbe, érted, hogyha ott jön, nem... Hát alapvetően be kell tartani az összes... keresztül, akkor az kivétted, de aha, úgy kell akkor tényleg, igen, hogy mi az, hogy hívják ezt? Kesztyűben? Valami kényszerzubony. Hát most azt mondják, hogy maszk meg a kesztyű, ez az alapfelszerelés. Úgy, meg a szemet is, a szemre is mondják, hogy arra is kell valami szemüveg, valami védőszemüveg, vagy ilyesmi. Ugye mi az, ilyen hegesztő maszkba kell akkor majd kimenni lassan a egyetet. Faszom, tudja, én sem értek hozzá, én sem vagyok orvos, hogy próbáltam utána olvasni. Micsoda, nem is akartam utána? Próbáltam utána olvasni. Ja, próbáltál utána? Próbáltam, hát csak hogy valamennyire tájékozott legyeket. Igen, hát látjátok rajtuk, hogy milyen tájékozottak vagyunk. Fantasztikus. Egyébként az egészben ez a bizonytalanság, ami nagyon durva, hogy nem lehet tudni azt, hogy most ez meddig fog tartani. Tehát, hogy senkinek nincsen semmi, tehát nincs olyan becslés, hogy azt mondják, hogy jó, akkor ennyi és ennyi hét, aztán utána akkor víga mehetsz dolgodra, hanem most mindenki csak ül és vár, hogy mi lesz, és hogy vannak, akik olyan szerencsés helyzetbe kerülhetnek a munkáltató által, hogy otthonról tudnak dolgozni, van, akik olyan szerencsétlen helyzetbe kerülnek, aki nem, és van a legszerencsétlebb helyzet, aki meg viszont elveszti az állását most az egész miatt, mert ugye most itt nagyon sok minden borult, tehát itt most annyi mindent, tehát a vendéglátás teljesen, most egyébként tényleg el is fejtettünk beszélni arról, ugye nekünk jövő héten lett volna a, most nem sajnáltatni akarjuk, igen, Szeged, tehát most nem akarok párhuzamot mondani, hogy jövő héten, hogy nekünk legalább annyira rossz, mint valakinek, itt kirúgtak, mert ez most nem ugyanaz, csak erre jutott eszembe, hogy jövő héten lett volna ugye a szegedi... Borul minden, arra jutott eszedbe kb. Igen, igen. Tehát ez a szegedi ígósjáték, az természetesen nem lesz, ezt már ahol tudtuk, azt jeleztük, de hát hogyha esetleg valaki még nem tudta, akkor most így jelezzük, hogy sajnos a hely is most jelen pillanatban bezárt. Ne gyertek, az a hely is sajnos bezárt most jelen pillanatban határozatlan időre, mint ahogy egy csomó minden. A filmipart is nagyon durván érintette most ez az egész. Teheti az ember, maradjon otthon, igen, mert az hang nélkül kettő is. Volt, nincs, nem jön. Hát azt a Viktor bedobta, ugye? A mémek megszülettek, a hang nélkül kettőt, az Viktor. Igen, szerencsétlen. Szerencsétlen csávó az engem. Mém király lett aznap. De tudod, az volt, hogy már végignyomja, nem érdekel, mindegy felvételről, majd jó, most már végignyomom. Szóval láttam róla cikket egyébként másnap, mert ott meg az volt, hogy ugye van az országnak ilyen internet statisztikája, hogy az hogy is néz ki. És ugye látszott, hogy amikor a Viktor bácsi nekiállt, hadvezérünk, a gazda, nekiállt baszik beszélni, egy főni. Ilyen pályk volt, nem látszott ott, mert a fejednél mutattam, hogy ilyen pályk volt. Mert egy ilyen pályk volt! Az internet felhasználásban baszik, mert rögtön rászakadt 250 ezer ember. Uh-huh. Ez kegyetlen volt. Azért az, hogy a Facebook nem bírta, az már ez kemény. Nem. Én csak azon gondolkodtam, hogy nem tudom, hogy... Tudom, hogy azt akarták, hogy minél több embert érjenek el, és ezért volt a Facebook. Hát nem a legmegfelelőbb platform. De nem a legmegfelelőbb, tehát amikor mondjuk a kezedben van az úgynevezett királyi televízió a kezedben van, akkor nem lehetett volna, hogy inkább egy rendes stábbal így rögtön tévére? Hát igen, igen. Nyomatni igen, a dolgot, és akkor, na mindegy, lehet, hogy csak én vagyok akkor ilyen old school. Pár lájkot szerezni az öreg. Igen, repkedtek a lájkok, de pár kommentet ott elcsíptam, azok elég jók voltak. Hát ja, igen, kapta ő is az ívet. Igen, kapta azért keményen. Igen, de hát mi már úgyis ezt ismerjük, milyen az, amikor csak ő mondjuk 200 ezerszer annyi negatív kommentet kap, mint amennyit mi szoktunk. Meg mi volt még valami, valamiről akartam beszélni amúgy ezzel kapcsolatban. Hát sok, ebben a témában rengeteg minden van, de nagyon sok mindent tudunk erről most. Most nem is azért egyébként, most nem is, mi sem azért beszélünk erről most, mert hogy annyira, tehát mindenki erről beszél, meg minket is ezt foglalkoztat azért, ez most tényleg olyan húsba vágó módon módosítja itt az mindennapjaidat, hogy meg mindenkinek. Tehát, ahogy láthatjátok, srácok, így, jelen pillanatban, így még nem láttatok minket. Ettem itt a bolonyai, olyan most már a csirke a boltokban, geci, hogy így, mint a Far Cry-ban, Far Cry, azt hiszem, vagy nem tudom, valamelyikben, hogy így kraftolni kell már a dolgokat, bazd meg, érted, mert cserélni kell a kötszerre, híd alatt, bazd meg, mert annyira nincsen csirkélete sehol. Erőt eszembe, hogy nagyon ki fog szakadni, de erre is van egy képregény. Most eszembe, volt egy ilyen képregény, majd ki fognak javítani egyébként, akik ebben jobban otthon vannak, mert csak az első kötetet olvastam belőle, de van egy Csú nevezetű képregény, az király, és abban van azt hiszem valami ilyesmi, hogy hiánycikk, azt hiszem a hús abban a sztoriban van, csak az abban, hogy nem folytattam, és ott vannak ilyenek, hogy a csirkével seftelnek, de ez itt majd is az bazán, valami, de ezek az... aki jobban képben van azzal a képregényel, az jelentkezzen, egyszer elkezdtem, sose folytattam. Annyira barmok egyébként. Gyerekek, ne halmozzátok fel a sok szart otthon, mert hogy most karanténba kell menni.
Voltam én is Osonban a napokban többször, kétszer is voltam, és rossz volt látni, bazdmeg, neki állnak az emberek, és fogják, veszik a 100 tekercses WC-papírokat, de így halomra, érted, ezt mondtad. De az is, de mi a faszomnak? Tehát, miért az első dolog? Van? Igen, de miért az első dolog? Tehát figyelj, hogy te felkészülsz, hogy indul a zombi apokalipszis. Nekem körülbelül a 20. dolog lesz, ami eszembe jut, hogy most mondok nektek egy óriási dolgot, emberek, ha nincsen WC-papír, megmosod a picsádat, aztán szevasz, jó? Alakítasz egy megold. Kis pidét, igen. Igen, igen, valahogy megoldod, vagy nem tudom, biztos vannak olyan újságok, amiket már nem akarsz használni. Igen, igen. Vagy van egy pár ember, akiknek van ilyen kis autogramkártyájuk tőlünk, azt is lehet arra használni, hogyha minden kötél szakad. Ez egyébként abszolút szerint, és ezt nagyon nem szeretem az emberekben, amikor így nekiállnak, és akkor ez egy ilyen kollektív pánikreakció, mert hogy valaki elkezdte szerintem, és szerintem valami mém lángra kapott, vagy nem tudom mi történt, egy csomó ember, és onnantól kezdve láncreakciószerűen bazdmeg mindenki elkezdte, úgy volt, és mai napig szerintem senki nem vágja, hogy most miért kellett neki 300 tekercs WC-papír, mert azért annyira nem szarik a koronától, érted, meg a zombiktól, hogy most neki percenként kelljen fosnia. És mégis. Mert én még a húst is jobban megértem, tehát hogy a húst ráugrnak, az is jobban megértem, mert az legalább, érted, az hús, azt meg tudod enni. Igen, meg tudod enni, lehet, hogy valaki vég. A készfertőtlenítőt azt megértem, mert arra mondjuk én is vadászok már másfél hete, bazdmeg, mert az jó lenne. De sehol nem látok. Geci, hogy WC-papír, meg papírtőlő, hát bazdmeg, jó van. Nem tudom. Akkor tőlem a seggem majd a függönybe, érted. Nem tudom. Mégis meg lehet oldani. Az szerintem egy olyan dolog, amit biztosan meg tudsz oldani, tehát az nem egy probléma. A Walking Deadben sem nagyon láttad, hogy a Daryl eszeveszett módon a motorral folyamatosan megy a városokon keresztül, hogy úristen, igen, hol tálok WC-papír. Tehát ez sehol nem volt. Igen, egy ilyen epizód, tehát gyógyszerekre volt szükség, igen, ételre, ezer éves konzervek, akár, de az, hogy WC-papír. Tehát ha valaki erre tudja a választ, akkor nagyon boldogok lennénk, hogyha elmondaná, hogy ez miért jó, hogy felhalmozzuk. De biztos van rá valami racionális, vagy nincs. Biztos nincs, le, ez, de ez lesz, hogy valaki elkezdte, de hogy az Amerikában is egyébként, tehát ez mindenhol, a WC-papír, ez teljes mértékben, ez hiánycikk. Amerikának az piaca, bazd meg, ez a legnagyobb őrültek ott vannak, érted, hogy valaki, igen, valamit átérted, egy híradásban, mémen, azt széttépik egymást, bazd meg, egy WC-papírre, ez hülyék azok az emberek. De már elnézést. Már elnézést az amerikai nézőinktől. De nem is értem, igen, egyébként, komolyan. Van ez a sztereotípia egyébként, hogy minden amerikai hülye. Én azért csak úgy vagyok vele, hogy sok ott az ember, és hogy ott könnyű. Nagy a szórás. Másfajta társadalom, nagy a magas, szórás, magas meg az egy másfajta társadalom. Igen, igen, ott nagyon nagy szélsőség van. Úgyhogy igen, érdekes. Én azért ezt nem támogatom, minden amerikai hülye, de azért ott az biztos, hogy ott egy elég nagy százalékban vannak érdekes egyedek. És azt akartam mondani, hogy minden amerikai hülye. Tudom, én most csak... Tényleg, hajlamosak az emberek elveszíteni a helyzét. Elveszni a szélsőségekben, én úgy vettem észre. Hát lásd a Black Friday-t, bazd meg, hát ott is, ami videók szoktak kikerülni onnan, hát az valami elképesztő. Hát ezt gondolom hasonlóképpen ölik egymást most a boltokba, tehát ott a nagyon agresszív. Igen, most volt egy videó, csak már nem akartam menni, mert csak már fölkúrtam volna az agyamat, hogy van valami anyuka, aki most lehet, hogy pont WC-papír miatt, hogy elkezd zokogni, hogy nem tud venni a boltba, valamit nem tud venni, azt tudom, hogy megy, és ő is így föl akar halmozni mindent, és csak a képet láttam így a thumbnailen, hogy zokog, mint az állat, és ez ilyen vírus videó lett így elterjedt, hogy kitör egy ilyen pánik rajta, hogy ő most nem tud bevásárolni. De hát... Mert most úgy készülnek, igen, az emberek, hogy most ez tényleg nem lehet tudni, hogy meddig fog tartani. Lehet, de nagyon sokan... Igen. Igen, de úgy vannak egy csomóan, hogy lehet, hogy akár egy évig is el fog tartani. Az, tehát, hogy arra már is minden... volt már, igen, egyébként beslés. Én azt láttam, amúgy voltak ilyen matematikusok, meg ilyen orvosok, és akkor azt mondták, hogy olaszban most van ugye a legnagyobb gáz. Nem tudom, hogy tudsz-e mai statisztikákat, ma már 600 felett volt a halálozások száma. Kegyetlen egyébként. Az már nagyon az elég szétszintálja, hogy náluk 20-valahanyadikán fog tetőzni ez az egész. Elvileg ezt kiszámolták. Utána fog majd elkezdeni lecsengeni, de hát ez még eléggé hosszú idő. De hát bazdnek azért őket megütötte keményen a cucc. Mert őket, ugye hát azt mondják ők is, hogy őket úgy idézőjelben váratlanul érte, tehát egy nagyon rájuk robbant ez az egész dolog, és ott nem is tudom, kinyilatkozta, hogy az egész világnak, vagy a többi területeknek, ahol még nem annyira súlyos a helyzet, az ő hibájukból kell tanulnia, hogy időbe kell cselekedni, és akkor ebbe lehet bízni, hogy esetleg mondjuk mi még talán időben tudjuk még csírájába elfolytani ezt a dolgot, hogy még talán időbe kezdtünk el szépen visszavonulni az otthonainkba. Ja. De hát ez is olyan dolog, hogy nálunk, ami a hivatalos szám, ugye az egyértelmű, hogy ez nem annyi. Tehát, hogy most tartunk valami 70 valamennyinél megbetegedésnél, most már haláleset, most már 4 van jelen pillanatban, most amikor ezt fölvesszük, ezt az adást, és azért az a 70, az szerintem azért az egy nagyon
nagyon kevés. Jó, de mondjuk én azt látom úgy, hogy szerintem egészen fegyelmezettek az emberek amúgy az utcán. Az mondjuk meglepően. Szintű. Az mondjuk szintű. És ezért mondom, hogy ha ezt most mi tényleg ügyesen csináljuk, akkor nem fogunk olyan sorsra jutni, mint mondjuk, nem tudom, mint mondjuk Olaszország. De hallottam például ismerősöktől, hogy Svájcban is például ott mondták, hogy ott se nem ajánlatos kimenni az utcára, tehát így csak így ennyit mondtak kb. Ott az embereknek, úgy tudom. Nem, most nem arról van szó, hogy most mindenkit kötelezően az azért nem, csak hogy ott állítólag én úgy hallottam, hogy tele van egy csomó étterem, meg minden ugyanúgy az emberek mennek és nyomatják és jól érzik magukat, mert van az a fajta felfogás, és egy csomó ember azt csinálja, néztem riportokat itt Magyarországon, és azt mondják, hogy hát szarnak rá, meg a másik felfogás az, hogy ő fiatal, és akkor rá ez nem hathat. Ez hát rá nem, apám, de a szüleire mondjuk igen. Igen, tehát azért így van. Tehát itt ez egy ilyen nagyon önző felfogás az. Igen. Persze, és ez egy iszonyatosan önző felfogás szerintem az, hogy te most abban gondolkodsz, hogy hát rám nem hat, tök faszt érdeket, akkor gyerünk előre, aztán menjünk bulizni. Tehát, hogy igen. Nem véletlen... Ja, mondjam. Ja, bocs, csak azt akartam mondani, nem véletlen, hogy ez a szegedi helyzet is úgy volt nálunk, azt már beszéltük, hogy attól függetlenül, hogy bezárták azt a helyet, mi már előtte ezt már beszéltük, hogy valószínűleg mi ezt le fogjuk mondani, mert hát nincs értelme, tehát nincs értelme kitenni akármilyen veszélynek bárkit a nézőink közül. Nem hozhatunk össze most egy ilyen össznépi, hatalmas nagy bulizást a káosznak a kellős közepén. Akár csak bármennyire ránk vallana egyébként egy ilyen felelőtlen döntés, de azért normálisan kell gondolkodni, és ilyet azért nem tehetünk. Hát amikor már azért tétje van a dolognak, azért mi is tudunk azért észszerűen dönteni, mint ahogy mellékelt ábra is mutatja. Tényleg nem az a lényeg, nem az a veszélye, hogy most te elkapod, most, vagy ilyesmi, mert most fiatal, vagy kihordod, mint egy indzét, megfázást, ez egy dolog, de hogy hazaviszed szüleidnek, buszon átadod valakinek, idősebbnek, az pont a veszélye, mert ott egyébként ott halált okozhatsz, bazd meg ezzel, mert tényleg az mennek halnak tőle az emberek. Igen. Meg azt igen, is hallottam hogy... egyébként, arra is okoskodtak, arra is láttam mémeket, hogy akkor rinyál itt az emberiség, hogy most 3% meg 5% országtól függ, hogy mekkora halálozási ráta van, és akkor, hogy mit kell itt emiatt pánikolni, és akkor mondták, hogy hát figyelj, hogyha neked adok 100 emendemszet, és azt mondom, hogy abból 5 megöl téged, akkor nem biztos, hogy annyira menő leszel, menőn fogod habzsolni ezt az emendemszetet. Oké, persze, 3%, 5%, olaszoknál valami 7 egyébként szerintem. De hát akkor is. Akkor is nem mindegy. Hát meg most hiába, most akárhány százalékról beszélünk, persze, emberéletek azok is. Persze. Most mit szórakoznál itt azért, mert hogy 3% az hatalmas egyébként még így is. Gondolj bele, hogyha ez végigmegy az emberiségen azért. De mindegy, mi nem pánikot kelteni vagyunk így, gyerekek. Nem, hát csak hát most észszerűen megbeszéljük a helyzetet, nem lehet... Próbálunk kicsit informatívak lenni. Én azt egyébként nagyon fontos szerintem most, mindenki próbáljon meg kicsit így higgadtabb maradni. Tekintettel lenni a többiekre, érzékenyebb lenni a többiekre, nem kell bazd meg a WC-papírt felvásárolni az összeset, hogyha meglátod a kurva anyádat, hogyha azt csinálod egyébként. Mert másnak is kell. Érted? Semmi értelme annak, amit csinálnak az emberek csomószor. Igen. Mondjuk nagyon kíváncsi vagyok különben, majd hirdetünk azért egy ilyen hordaszolgálatot, hogy nagyon sok fiatal nézőnk van, és ugye ők már most megkezdték ezt a távoktatást, és marhára érdekelne, hogy milyen tapasztalataik vannak. Jó, nekem van ismim is, aki elkezdte. Igen? Most, aha. Jó, úgyhogy, hogy kecsi a lába, mint a kurva ég. Tessék normálisan ülni. Hát most szeretem így a lábát. Most így levágnék neked egyet, most, hogyha így itt lennél előttem, hogy tessék normálisan ülni, de várjál, még egyet, figyelj. Ti! Hú, de szóval, jaj, de rosszul. Hát ez kamu volt, mint egy Bud Spencer pofon. Hát ez szörnyű volt. Úgyhogy szóval igen, kedves nézőink, mindenki jelentkezze, és nem csak akik távoktatásban vannak, hanem akik esetleg nyomják a home office-t, meg minden, tehát igazából mindenkit érint valamilyen módon, mindenkinek iszonyatosan befolyásolta az életét, és pont ma gondolkodtam ezen, hogy végeredményben, akármikor lesz ennek vége, azért azt gondolom, hogy az emberiség azért egy nagyon, tehát nagyon-nagyon más lesz azután. Tehát lesz ez a korona előtti társadalom, és lesz az utáni. Mondjuk ez attól is függ, hogy mennyire lesz hosszú a periódus, mert egyébként az emberiség nem mindig tanul a rosszból. Tehát, hogyha egész gyorsan, idézelve gyorsan megúsznánk, akkor lehet, hogy ugyanúgy visszaugrik minden a régi kerékvágásba, és mindenki baszik mindenkire rá, és nem foglalkoznak egymással. Mi van? Itt kurvára zsibbad a tudod milyen ez, amikor hagyják, széttépik? Tudom. Aj, bazdmeg, de rossz. Megmozdítom egy picit, szétfasom a bokámat. De mindegy, szóval nekem is volt egyébként egy érdekes beszélgetésem arról, hogy feltettem a kérdést, hogy vajon ez az egész, ez most olyan dolog-e, mert azért aktualitásról nehéz ezt látni,
hogy ez most bekerül-e a történelemkönyvekbe nagybetűvel, félkövérrel, vagy ilyesmi, vagy nem. És nekem azt mondták, hogy valószínűleg ez, vagy az, úgy kérdeztem, hogy elharapódzik-e ez annyira, hogy bekerüljön. Azt mondták nekem, hogy valószínűleg ez már ott is tart, hogy bekerül. Nem is szerintem izé, igen. Félkövérrel valószínűleg. Szóval egyébként igen, azért ez. Annyira mindenkit érint, tehát, hogy ez tényleg minden egyes, minden vállalatot, tehát tök mindegy, hogy milyen ágazatban dolgozol, milyen élethelyzetben vagy, mindenkire kihatással van ez az egész. Ja, ja. Úgyhogy azért gondolom, hogy ez már most abban a szakaszában van, hogy ez mindenképpen egy meghatározó dolog lesz. És hát reméljük, hogy nem lesz egy olyan nagyon-nagyon hosszú. Igen, mert mondanak rá még egy évet is. Hát mindent lehet hallani, nem tényleg mindent lehet hallani. Tehát, hogy én most szerencsére abban a helyzetbe kerültem most már így igazából a mai nappal kezdve, hogy már a home office-t én is megkezdhettem, úgyhogy én most már így akkor így lazába el leszek. Szerencsére, remélem, hogy majd neked is hamarosan te is ilyen szerencsés helyzetbe fogsz kerülni. Hát én majd, hogyha meghaltam, akkor kérhetek szabadságot, azzal szoktam viccelődni. Akkor majd benyújtottam a kérvényt, hogy elutasítsák, bassz meg. Mert erről jutottam úgy az eszembe, hogy amikor elindult ez a kampány, hogy maradj otthon, és néhányan ilyen nagyon agresszívan kezdték nyomni ezt a maradj otthont, azoknak azonnal adott volt a home office lehetősége, vagy már eleve otthon voltak valamilyen oknál kifolyólag. Hát de öcsém, nem mindenki, kifolyólag. Tehát a világ igen, az nem egy ideális hely, hogy mindenki maradj otthon. És egy kicsit túl agresszívnak éreztem meg ezt a fajta kampányt, mert ugye minden most is a social médián minden nagyon-nagyon-nagyon szágult, tehát hogy most ez a téma is egyértelműen most ez dominál, és mindenki nyomta ezt folyamatosan, és már nekem is tele volt a faszom, amikor nekem még nem voltak adottak a lehetőségek, még abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy nálunk tudtak reagálni úgy, hogy gyorsan kiépítették ezt az egész rendszert, de előtte nem volt adott ez a lehetőség, és nézegettem, hogy maradj otthon, én meg ugyanúgy mentem el dolgozni, mert nem volt más választásom. És most már magad, hogy kirúgnak, hogyha nem mész be. Igen, tehát, hogy most... De egy idő után egyébként annyival lenyhült, hogy az okosabbak már oda tették, hogy maradj otthon, ha teheted. És akkor így van, és erre, igen. Arra, jó van, bazd meg, nem teheted. Pontosan. Maradj, na, igen. Igen. Hát ki az, aki nem marad, ne érted? Igen, erre akartam kiukadni. Ez a legjobb dolog, de hát nem mindenki teheti meg, érted? Ráadásul ízében vagyunk, mi, nekünk előnyünk van ilyen home office témában, mert hogy mi, nekünk alapvetően már a Freak Show is egy home office, tehát hogy az már évek óta az, ja, úgyhogy ja. Én ebben így, tehát ezért szinte idéz, most olyan hülye hangzik, hogy otthon éreztem magamat, mert hát otthon voltam természetesen, csak hogy magában ebben a témában, mert hogy alapvetően én be van osztva nekem itthon ez a home office, na új, de jól nyomotta azt a bolonyait, azaz. Most még jó, meg nyald le az, persze, az úgy, terjedjen csak, jaj, de finom, de azt, a KFC-nek betiltották a reklámját amúgy, hogy volt egy kurva nagy óriás plakát, hogy egy csaj nyalogatja az ujját, hogy, mert ez a finger licking good, az a szlogenje a KFC-nek. Meg rengeteg ilyen izé volt. Ez KFC volt, igen. Azt hittem, hogy az valami izé, valami nóvém szar. Hát most ugye nagyon, és akkor most innen még át tudunk arra is mondani, hogy az érzékeny társadalom, hogy ki mennyire érzékeny most erre a témára, ugye, hogy akkor most ezeket a mémeket hogy viseli, mert egyértelműen ezek a mémek, tehát nem azon poénkodnak, hogy most nem, tehát nem az embereknek a halálán viccelődnek, hanem inkább azért ez a WC-papíros téma az, ami nagyon-nagyon felkapott lett, meg úgy ebben a keserűségben próbálnak azért valami poént is találni az emberek, hát igazából a mi humorunk is elég közel áll ehhez, hogy a legsötétebb pillanatokban is azért egy-két szar poént el tudunk sütni. Ne, most mit tudsz tenni? Most mindenki otthonra van károsztatva. Humor nélkül szomorú az élet. Láttad azt a mémet, hogy amikor nagypapa meséli az unokának, hogy volt ez a nagy vírus, és akkor azt mondja, és mit csináltál nagypapa? Hát, otthon ültem, azt mémeket küldözgettem a haveroknak. Valami ilyesmi most az egész. És a másik pedig, hogy most, hogyha valaki arra van károsztatva, hogy otthon legyen, szerintem valahogy meg kell találni benne ugye a jóságot, hogy ne az legyen, hogy lógatod a faszodat, vagy bármilyen más testrészedet otthon, hanem esetleg akkor lehetne mondjuk ezt takaríts felhasználni ki. Valami. Igen, például először is takaríts ki. Mosogass el. Töröld ki a seggedet egy csomó budipapírral, mert biztos, hogy van otthon. És rengeteg mindent lehet csinálni, úgyhogy hát jelen pillanatban, aki home office-ozik, ugye a nappali tagozat az egy az egyben, akkor ugye felöleli a munkát. Már akinek kitölti a munkája a 8 órát esetekben. Igen. Sulira akartam visszatérni. Sulira. Ja igen, Suli, bocsánat, akkor menjünk. Majd nekem van ismerősöm egyébként, ugye én mondjuk, hogy másodkészből, de azért élőben láttam ennek az átmenetét. Hát azért a szegény tanárokkal annyit el lehet mondani, hogy nekik az volt, legtöbb helyen tudtam, hogy pénteken még úgy mentek haza,
ugye amikor így volt ez a távoktatás, hogy ők hétfőn még be fognak jönni melóba. Aztán a nagy büdös lófasz. Legtöbb embernek így ugye úgy értesültek jóformán hétvége alatt, hogy hétfőtől nincsen oktatás bent, a gyerekek nem jönnek be. Maximum egy konferenciára bemennek a tanárok, és akkor ott kapnak valami tájékoztatás, hogy mit, hogyan kell csinálni. Aztán volt a ugye... Aj, bazzik! Igen, kurva jó ez a kives izé. Ez már most vettem észre, amit én nem akarlak félbeszakítani. Mit látsz? Mit látsz? Azt akarom kérdezni, csak nem tudom, hogy majd benne lesz a képbe, de olyan, mintha az a softbox rosszat csinált volna, és beállítottad volna a sarokba, és így lehajtott fejjel ott áll, de tényleg olyan, mintha valami nagyon rosszat csinált az a softbox. Rossz softbox. Bocsánat, na mondjál, igen, igen. Na folytatom. Szóval, hogy mi van, hogy itt azért a tanárok eléggé, hát itt senki nincs felkészítve erre az egészre nyilván, de az oktatás az egy olyan dolog, aminek így működnie kell. Tehát menni kell tovább. És az látszott az erőfeszítés, azért ott most minden tanárnak oda kell tennie magát, mert nincsen készrendszer, ami ezt az egészet bírná. Tehát vannak ilyen, ugye van a kréta, amit azt hiszem még a minisztérium javasolt, hogy azt kell használni, de az ugye nem alkalmas mindenre, hogy most ott órákat tartasz rajta, meg streamelsz, meg ilyesmi, hanem ilyen feladatokat, meg ilyesmit tudsz rajta vezetni. De hogy az összes többit azt igazából, azt így a emberek egyénileg kb. Csereberélnek egymás között, hogy mit, hogyan kéne. És akkor úgy megpróbálják ezt összerakni, azért ez eléggé ember próbáló. Aha, aha. Ez nem egy egyszerű dolog, szóval nekik is azért ez egy érdekes aspektus az egésznek. Talán annyi, figyelj, én most megkeresem a jót megtalálni ebben az egész borzalomban, talán annyi hozadéka, pozitív hozadéka lesz ennek szerintem, hogy így az emberek kicsit jobban felfedezik az online szarokat. Jobban ugye most hirtelen összeraknak egy-kettőt, kiépülnek a dolgok, aztán később ezeket, hogyha már nincs akkor a vész, akkor lehet használni akkor is. Hát ugye azt mondta a királyunk, hogy a vezér azt mondta, hogy azért ennyit nem politizáltunk még ebben a műsorban, de szóval azt mondta az úr, hogy hát ugye ez már tervben volt ez az egész, csak hát akkor most belőjük, tehát hogy igazából lehet, hogy terve volt, lehet, hogy valakinek már így a fejében már így mocorgott a dolog, de hát látszik, hogy ez egy, nem voltak felkészülve erre egyáltalán. Úgyhogy hát most ez egy nagyon új dolog, és rengeteg, ugyanúgy a munkáltatóknál is a home office ugye rengeteg helyen nem volt még gondolat szintjén se, és most valahol ezt rögtön meg kellett lépni. Ez most nagyon új távlatokat fog megnyitni egy csomó helyen, és akkor vissza kell kanyarodni arra is, hogy viszont van, ahol távlatokat nyit, meg van, ahol pedig bezárulnak ajtók, és hogy rengeteg ember elveszti most a munkát, igen, és igen, szörnyű. Igen, most nagyon sok. Ugye most volt ilyen bejelentések, hogy most van azt hiszem 5 ágazat, ami nagyon csúnyán megbassza ezt az egészet, vagy nagyon, igen. És hogy azoknak mindenféle kedvezmény, meg járulékokat nem kell fizetni, meg ilyesmi, de hát még ezzel együtt is bazzeg itt. Igen. A sztorinak nagyon sok helyen vége lesz. Hát sajnos igen, úgyhogy majd körbenézünk, biztos egyébként fognak indulni ilyen különböző, meg nem lehet, már most is vannak alapítványok, ahogy lehet segíteni majd a bajba jutottak, meg rászorulók, mert biztos vagyok benne, hogy fel fogjuk hívni majd a figyelmet itt is a csatornát, majd ezekre, akkor támogassuk, akit csak lehet, mert ez most ez nagyon nem könnyű. Tehát, hogy van, akit ugye maga a vírus sújt, és van, akit pedig a vírus okozta helyzet, hogy hát ami most mindenki csújtja. Nem egészségügyi, hanem esetleg anyagi vonzata van, és azért hát nem kellemes ez az egész szituáció. Hogy abba lehet bízni, hogy azért egyszer, mint mindennek, ennek is valahogy vége kell, hogy szakadjon. És az egy év, az én attól tartok, hogy azért az csak nem. Tehát én próbálok optimista lenni, az a nagyon optimista, de hát az magamnak is így közben mondom, hogy nem áll hülye vagy, Dezsi, bazd meg. Hát mi az, hogy egy hónap? Igen. Kettőre gondolok. Én azt lőttem így most. Kettő hónap. De lehet ez nagyon optimista hozzáállás. Igen, mert ugye hogyha az emberek tudnának egy kis önuralmat tanúsítani, ami most már látható. Tehát te mondtad például, hogy minden tizedik emberen látsz maszkot. Én például most, amikor mondjuk mentem az utcán, nem is jutottam el a tizedik emberig, mert annyira kevés ember fordult meg az utcán. Hát az meg a másik, tényleg? Igen. Meg hogy fegyelmezettek, én azt látom. Megvan igen. A távolság, ugye arra mindenki figyel. Sorban állás. 4-es-6-oson alig láttam valakit. 4-es-6-oson szerintem, hogy 3-4 ember volt. Az egyikről egy csaj ücsörgött. Igen. Én meg a Dózsa-György úton dolgozom, és ott meg ugye általában minden reggel Árpád hírnek minden dugó van baznak, olva szájba. Most egyébként alig vannak autók, és Dózsa-Györgyön az irodaházban szerintem mi dolgozunk utoljára. Van vagy 60 cég. Hát az utolsó mohikának. Ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, ja. De már az irodaházba is úgy kell bemenni, hogy valamelyik reggel, hiába ott dolgozom, bazd meg 8 éve, de ott vagyok a kapunál, nézem, zárva van. Nem nyitja ki senki. Nem mondom, ez érdekes. Becsöngettem, és akkor kérdezték tőlem, hogy kihez jössz?
Hát mondom, itt dolgozom 8 éve. Jó, és akkor kinyitották nekem a kaput. Tehát nem is mehet be senki. Igazából ma ott tartanak. Persze, ez érdekes. Persze. Mindenkitől azért. Mindenkitől megkövetel valamit, ilyen-olyan odafigyelést. Igen, és akkor ez a maradj otthon a teheted mozgalom igazából. És ezért nagyon jó, hogy oda tették azt, hogyha teheted, úgyhogy tényleg mindenki próbálja ezt meg, hogy akkor amennyit csak tud. Nem mindenki, ezt igen, tehát nem mindenki teheti, de aki viszont igen, az akkor éljen ez a lehetőség, és akkor nem tudom, otthon pörgesse szét a Netflixet, bár a Netflix az most már az visszavesz a vizé bitrátából, tehát hogy most már azért csak, hogy a net jobban tudjon hasítani, az hallottad, hogy arra kötelezték a Netflixet, hogy akkor aztán most már SD-be fog, azt hiszem, aha, majd SD-be fog. Hát igen, mert hát mindenki nem... otthonról most kilő az internet otthonról. Igen, hát most teljes mértékben, igen. Mindenki nézi majd a izét, most a kivesézőt is ugye, hát az egyértelmű. HD-ben, igen, mert főleg hát ezt az én minőségemet, igen, tehát a te minőséged az még kifejezetten jó, de ez az, tehát most egyébként gyerekek, most itt látszódik különben, hogy ilyen volt a Netflix a korona előtt, láthatjátok, így mutatom, és az a Netflix a korona alatt a pillanatban, tehát ez a fajta minőség, én ezt tudom most prezentálni nektek. Úgyhogy igen, tehát a Netflixnél is ez van, és mi a faszomat akartam ebből kihozni? Hogy legyetek otthon, ha tudtok, és úgyis el tudjátok valahogy történni. És ne csak rájöttek gyerekek, legyetek produktívak. Igen, mert kisül az agyatok, hallod, egyfolytában, mondjuk a Pornhub, hallottad a Pornhub egyébként a prémiumot, abban az országban, ahol veszélyhelyzetet rendeltek el, ott elmértek a prémium, az ingyen van? Tehát, hogy lehet, hogy nálunk is ingyen van. Szeretném felhívni a figyelmet a magányos rárántott a csoportnak, hogy lehet nézelődni valószínűleg, úgyhogy ott is lehet körbenézni, csak hát egy egész napot nem tudsz elverni. Hát nem? Igen. Bár el lehet, de hát most annak mi értelme? Igen. Igen. Ja. Úgyhogy... Ja. Amúgy ja. Kb. Amúgy ja. Igen. Mennyi időt pofáztunk most el? Amúgy hol tartunk? Csak kíváncsi vagyok. Én nem látom, mert teljes képernyőn vagyok. Ja? Te látod? Ugye. Hát vidd egy kicsi bedik. Dika. Nekem kicsi, nem látom, nekem még nagyon új ez a izé. Zimi zum zum. Jobb felső zimi zum zum. Jobb felső sarokba írja, hogy mennyi a izé? Ennyi nem. Az annyi? Nem, hanem azt ott tudod levinni kicsibe. Ja. Kín. Jó, mindegy. Nem baszakszok, mert most olyan vagyok, mint valami izé 80 éve. Hát én nem tudom megnézni, hogy teljesen mindegy igazából. Megy aztán még. Eljutunk valameddig. Nem tudom, hogy most még ebbe az adásba az első benyomásos leveleket intézzük el, vagy azt áttesszük jövőre most a helyzet súlyossága miatt. Hát, szerintem tegyük át, szerintem legyen ez egy ilyen. Mert azért az egy jóval könnyedebb poén, és ha van hordaszolgáltunk is, kaptunk sok levelet, nagyon szépen köszönjük. Még igazából ezzel a témával fogunk foglalkozni jövő héten, és az nem kérdés. Tehát az 100%, hogy jövő hét péntekre, hát pénteken veszük föl, de hogy jövő hét szombatra nem fog változni semmi. Persze, de feldolgozzuk azért mindegyiket. Olyan szinten, hogy... Most mondjad. Semmi, csak hogy azt akartam mondani, hogy változni fog, csak attól félek, hogy negatív irányba. Beszélj, nyugodtan mondjad. Szóval csak annyit akartam még mondani erre az izére, erre a 1-2 hónapra, amit mondtál. Az emberek sem, nem mindenki van tisztában vele, hogy mi a célja ennek az egésznek, meg hogy az olaszoknál miért van ekkora gáz. Ugye arra voltak tök jó grafikonok, amikor megmutatták, hogy ugye amikor kontroll alatt tartod az egészet, az a lényege, hogy elhúzd ennek az egésznek a menetét, és ne az legyen, hogy hirtelen berobban a fertőzések száma, mert nem azzal van a gond, hogyha valaki elkapja, akkor az nem determinált, hogy ő most meg fog halni tőle, hanem azt hiszem az emberek 20%-ánál okoz ez tényleg kemény tüneteket, ugye amikor mondjuk ilyen kétoldalú tüdőgyulladásra hasonlító cuccokat, és ott vannak olyan emberek, akiket konkrétan lélegeztetőre kell rakni, hogy túléljék, hogy kiholják ezt az egészet, és ugye, hogyha sok ember fertőzött, sok ember van ilyen állapotban, akkor nincs annyi lélegeztetőgép, nincs annyi ember, aki ezekkel tudna foglalkozni, és akkor van az, hogy peregnek ki az emberek, mint az állat. Viszont, hogyha ez kontroll alatt van tartva, akkor ugye folyamatosan a lakosságnak immunitás az épül ki, ahogy gyógyulnak meg az emberek. Mondott ma is a kollégám olyan hülyeséget, hogy aki elkapta a koronát, meggyógyul, hát ő ne jöjjön be még egyszer, mert elkapja megint, aztán viszi tovább, megint hátán, hát nem kapja el még egyszer. A szervezeted az immunitást szerez azáltal, hogy legyőzi egyszer, hogy lehetnek ilyen hülye kollégáim, de mindegy. Szóval, hogy az a lényeg, hogy elhúzzák, érted, és hogy a infrastruktúra az kibírja ezt az egészet, mert ott van, akkor történnek a nagy bajok, amikor az olaszoknál, ugye, hogy
leszarták, és akkor most az van, hogy, hogy nem bírja el nekik az egészségügy. Meg hát ott a, ez az. Ott délen mondjuk ott a mentalitás is kicsit olyan, hogy hát ti viszont baszom, beleszarok egy kicsit van. Én is láttam ott ilyen tengerparti képeket, hogy kint heverésztek, leszarják a pitába. Hát ment a siesta, aztán közben persze. Meg hoppá, izé. Meg hát ott délen a higiénia sem olyan, olyan ma, ilyen, ilyen jó a higiénia azért arrafelé. Úgyhogy ott... ott tudta be erre, ne mondja. Ott nagyon jó, én nagyon szeretem, rendben van meg minden, oké, csak hogy, hogy azért most nem biztos, hogy a legideálisabb tényleg. Aha. Igen, igen. Hát ez a, ez a lényeg. Amúgy, ez a lényeg, hogy, igen. Hogy... ezért maradj otthon, hogy úgyis átmegy az embereken egyébként. Nem mindenkin, de úgyis át fog menni ez az egész emberiségen. Csak hogy ne egyszerre tegye meg ezt az egészet, mert hogyha egyszerre megteszi, akkor sokkal nagyobb százaléka lesz annak, aki ezt meg fogja szívni keményen. Én arra leszek egyébként kíváncsi, hát nem kíváncsi, mert ez egy nagyon rossz szó, de hogy amiatt azért jobban aggódok, hogy mondjuk mi van, hogyha ez hirtelen betörbe az meg Indiába, érted, ahol a Gangesben a nagymosáskor geci, örülsz, hogyha étszed szedem össze csak az izéből, folyóból, nem hogy a koronát, hogy ott az, hogyha berobban az meg, én nem tudom, hogy ott mit fognak magukkal kezdeni, mert ott aztán tényleg aha. Más faszán csüngenek az emberek, ráadásul higiénia az meg zéro. Hát igen, ott az, az... Hát az, az... Hát igen, ott akkor megritkulnak majd az indiai tutoriálok az IT-be. Jaj, de rossz fiatal. Jaj, de rossz fiatal. Annyira szép volt már megint. Megint eddig bírtuk, pedig olyan jó volt. Jaj, Istenem. Jaj, kicsit kevesebb is a tutoriál lesz majd, igen. Majdnem sikerült. Azt a kurva. Nem az utoljuk azért meg magunkat. Jó, mindegy, szóval ott, ott amiatt azért aggódok egy picit. De nagyon szépen összegezted amúgy az egészet, de hogy pont ezért mondták az olaszok, hogy ők legyenek ugye a példa arra, hogy nem ja. Szabad így viselkedni, hanem csak ja, szép. Ja. És kis önuralmat kell tanúsítani, és akinek muszáj, az természetesen ki fog menni az utcára, be kell mennie dolgozni, XY-nak A-ból B-be el kell jutnia. Menni A-ból B-be, nincs olyan, hogy nem kell menni. De, igen, de hogyha valaki megengedheti magának azt a luxust, hogy otthon maradhat, akkor azt tegye meg, és akkor azzal tud segíteni másoknak. Persze. Ez egy tök fura dolog, hogy eljutottunk ide, hogy azzal segítesz mindenkinek, embertársainak az, hogyha otthon maradsz, de most igen, ez egy nagyon fontos dolog. Meg ha ki is kell menned, akkor is figyelj arra tényleg, hogy legyél egy kicsit odafigyelőbb, fegyelmezettebb. Uh-huh. Ezt ne csináljátok be az emberek, hogy izé összehordjátok a sok szart, megveszitek az összes hülyeséget, amiről azt hiszitek, hogy kell. Ezeket ne csináljátok, mert azzal a másik embernek okoztok kárt konkrétan. Tehát tényleg az, hogy a másik ember nem tudja megvenni bazzeg magának azt a normális emberi mennyiséget, ami mondjuk neki kellene WC-papírból, érted, 8 tekercs mondjuk egy hétre, vagy ilyesmi, aha. Akkor azt nem elveszed a másik embertől azért, mert egy barom vagy. Ilyeneket ne csináljátok már tényleg. Meg tényleg legyen meg egy kis távolság, hát figyeljetek arra, hogy másfél-két méter az legyen, sorban álláskor meg ilyenek, és ezzel egyébként jelentősen lehet, egy kis társadalmi fegyelmezettséggel jelentősen lehet ezt az egészet kordában tartani. Nyilván néha, néha birkózni kell az egy kifliér az osamba, meg ilyenek, de hát ott is azért akkor nem tudom, próbáld meg kikerülni a tömeget, vagy ilyesmi. Ezért próbálom így a pozitív oldalát megnézni, vagy látni talán az egésznek, hogy hát ha valamiféle változást fog ez létrehozni így a társadalomban, hogy most... Azt mondod, kicsit szenzitívebbek lesznek az emberek? Majd? Hogyha egy kicsit, hogyha ezen így túlesünk mindannyian, lehet, hogy egy kicsit talán odafigyelőbbek leszünk egy, mert most próbálom a jó oldalát megfogni ennek a szörnyűségnek, ami még most még, mert még ugye még nálunk se tetőzött ez az egész, tehát hogy ne legyünk naívak, itt még fasz tudja, hogy mi van még hátra most az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, de próbálok ebbe kapaszkodni, hogy hát ha egy kicsit utána, nem tudom, odafigyelőbbek lesznek egymásra az emberek. De mint már mondottam, nem tudom, fél órával ezelőtt, attól félek, hogy az emberiség, ahogy elnézem őket, lehet, hogy simán az, hogy baszni rá, menjünk aztán. Szarunk mindenkire rá továbbra is. Mondjuk ezt, hogy lehet, hogy rá is jön egyébként az emberekre, mert most hiába korona ide vagy oda, bazdnek, mindenki feszült. Találkoztam egy olyan fickóval a spárban, bazdnek, hogy azt hittem, hogy én ütöm le saját kezüleg. Fogta? Ott állt a ugye mindenki bazdnek ebédidőben kimegy, mindenki nézi a másikat, hogy milyen távolság áll, és akkor volt ott egy fasz konkrétan. Vitt valami retkes kalácsot, hogy neki az kell, ugye a pénztárhoz. De 40 forinttal többért ütötték be, mint amennyiért ő látta az árát, geci, és akkor ott neki állt balhézni. És mondta neki a nő, hogy jó, visszaadja 40 forintot, mindegy, csak menjen. Tudod, a nő az kesztyűben, állarcban, hát neki már nyilván úgy kell előírás. És mondta, hogy nem,
hívja neki a izét, az üzletvezetőt, mert ő annyira akarja elvinni. Menj már a kurva anyádba, bazd meg. Azt hittem, hogy én dobom oda neki 5 forintosokban a 40 forintját, az menjen a halálfaszára, a karantén. Na, az ilyenfajta ember, az tök mindegy, hogy mi történik. Látod, hogy most a kellős közepén is egy ekkora surmó paraszt, és utána is az lesz. Úgyhogy... Ennyire érzékeny, bazd meg egy némelyik ember. Na mindegy, most kirenteltem magam ezen. Úgyhogy gyerekek, ne legyetek surmó parasztok. Ne is ez legyen, hogy maradj otthon, ha lehet, hanem ne legyél surmó paraszt. Ne legyél már surmó paraszt, igen. Igen. Most tök jó, azt hittem, hogy fogjuk majd érinteni különben, mivel azért alapvetően mindig filmekkel foglalkozunk, magát a filmes vonzatát ennek az egésznek, de most csak a társadalmi dologra mentünk rá. Tehát, hogy ez nem tényleg egyébként... minden napokban tényleg izé. Igen, igen. De szerintem a filmekre még vissza fogunk térni, az biztos, hogy a hétvégén, hogy most csak azért, hogy egy kicsit még legyen egy ilyen filmes részleg is, ki fog jönni, sőt, talán már lehet, hogy már ma kijött a netre az Invisible Man és a The Hunt, horror rajongók, thriller rajongók, vessék rá magukat, hogyha otthon vagytok úgyis, akkor legalább tudtok nézni vadonatúj filmeket, és majd ezeket majd úgyis majd így szép sorba majd átvesszük. Hát ezek a mostani filmek, meg ugye most arról meg nem beszélve, hogy hány filmforgatás most óne, ment a levesbe, ja, az meg ha, még megint egy másik téma. De ha valaki valamit nézni akar, akkor meg lehet nézni már a Kingdomnak a második évadát, gyerekek, mert az már kicsit van viszont. Én is nekiálltam a héten az. 5-ször megnézni az első részt, egyszer sikerült is, úgyhogy már a második résznél járok. Egyébként baba, nekem tetszik egyre. Nagyon faszta, én a harmadik rész ja, neki az elején ugye, járok. Kicsit te is ugye elkaptad, nem tudom, tudtad, hogy most izé ki hol van, meg melyik csapatban játszik. Nekem is az volt a második évadban, hogy láttam, hogy, vagy a második részen, hogy láttam, hogy megöltek valami formát, de most ez egy császár volt? Ki volt az a császár? Ki volt az azt vágj! Ja, nem akkor akarok spoilerezni, hogy mi történik. Akkor a körítése volt az egész izé gyiloknak, hogy így néztem, hogy ez biztos valami fontos ember volt, igen. De nem tudom, hogy ki. Azt a karaktert, azt ismertem, de volt egy pár ilyen mellék szereplő, most például mondjuk, akkor nevezzük nevén, kis spoiler, de hát mindegy, úgyse, tök mindegy, ebből nem fog kiderülni, de volt a forma, aminek a zászló állt ki a hátából, az egy legendás volt az a jelenet. Nem vágom. Ne szórakozz, amikor rohan a zombó. Ja, de. Az pont az, amiről te most az előbb beszélt. Mindegy. De például az a forma, az, én nem emlékeztem rá. Tehát több ilyen volt, és azt mondtad nekem, hogy rasszista vagyok. Megjegyeztem ám, emlékszem. Nem tudtam, hogy ki kicsoda. Tehát, hogy vágom, hogy van a izé, van a Crown Prince, meg van a kis segédje, meg van a doktornő, van akit én csak Lannisternek hívom, az a forma, aki csak ott el akarja foglalni az egész izét. Tehát úgy vágom meg mindent, de mégis az egy-két... De van egy, még meg van a csávó, aki ugrál össze-vissza, mert rohan, mint a hülye, aki megállás nélkül csak a parkinggel, az a gyerek, az csak fut állandóan. Az olyan, mint egy ilyen Duracell nyuszi, az nem áll le. Azt megvan ő. Úgyhogy igen, tehát hogy van a Kingdom is, csomó minden van. Lehet, hogy jövő héten megpróbálunk egy ilyen könnyedebb, ilyen filmesebb, mókásabb adásra készülni. Bár mondjuk kapunk tőletek valószínűleg leveleket, mert én nagyon kíváncsi lennék rá, de gondolom te is, hogy nektek mi a tapasztalatotok ebben az egész helyzetben. Munkát tekintve, iskolát, tök mindegy, magánélet, teljesen mindegy, amit meg akartok velünk osztani. Nagyon-nagyon kíváncsi. Mert egyébként ez úgyis át fogja hatni még a mindennapokat valószínűleg. Fogunk erről még bőven. Fogunk erről még beszélni. A jövő adásban majd visszatekintünk majd egy kicsit a horrorokhoz, meg így azért. Persze, mindenképpen muszáj. Hát most akkor erről volt szó szerintem. Igen, igen. Most annak ellenére, hogy a monetizációt esetleg elveheti a YouTube, Úristen! Azt az infláció nélkül számolt 2,2 forintot. Úgyhogy úgy voltunk fel, hogy mi azért bevállaljuk, beszélünk róla. És a freakshow@gmail.com-ra. Ez is többet ér, mint amennyi monetizációt kaptunk volna ezért a videóért. De nem baj. Én most megnyalom az ujjam. Jó, amíg megnyalod az ujjat, freakshow@gmail.com, oda várjuk a hordaszolgálatos leveleket. Amiből már jött egy rakás, azokra is fogunk jövő héten válaszolni, ha minden jól megy. Akkor is fogunk, vagy nem akkor is, mert most nem foglalkoztunk vele, de jövő héten fogunk foglalkozni. És a nyereményjátékra, akik meg jelentkeztek, elnézést kérünk. Jövő héten azt is akkor el fogjuk intézni. Nagyon aranyos levelek jöttek az első benyomásokról. Többen irritálónak találtak első benyomásra, szerintem még mindig. Elnézést kérek ezért, hogy az irritáló személyiségem, mert itt vagyok még mindig. De fogunk, szerintem mindegyiket fel fogjuk olvasni, úgy poén. Mert van köztük nagyon jó. Hát egyébként elolvastad mindegyiket? Mert van egy pár, amivel csak nem volt, amit végigfutottam. Egy-kettőt elolvastam, és volt egy-kettő, hogy fú, nagyon-nagyon jókat kacagtam rajta. Úgyhogy akik ezt beküldték, azoktól elnézést kérünk, de szerintem elnézőek vagytok most ebben a helyzetben. Megnyalogatjuk majd a következő műsorban őket. Valamikor. Ja. Jó? Oké. Szerintem mostanra meg ennyi?
Ennyi, szerintem meg vagyunk. Kidumáltuk itt, kikeráztuk. Ki, igen, igen, igen. Úgyhogy próbáltunk egy kicsit azért a megszokott vidámságból azért nem lejjebb hagyni, mert hogy azért még mindig optimisták vagyunk, hogy úgyis kikecmergünk ebből valahogy. Legyetek ti is azok gyerekek, figyeljetek, tényleg növesszetek egy kis szenzitivitást, így az embertársaitok felé, legyetek kicsit fegyelmezettek, maradjatok otthon, hogyha tehetitek, ha nem, akkor nyilván menjetek utatokra, de akkor is figyeljetek oda, legyetek körültekintőek, és ne halmozzátok otthon a cuccokat, a WC-papírt, mert nem szartok percenként, úgyhogy felesleges. Normális mennyiséget vegyetek, az is elég lesz, meglátjátok. Vagy most meg a picsádat. Vagy ez a másik. Picsádat, igen. Igen, ez is egy nagyon... Könyvbe. Pont. Igen. Úgyhogy csak ismételni tudlak. Vigyázzatok magatokra, egymásra. Tényleg most figyeljetek oda egymásra, ez nagyon fontos. Ja. Ennyi lett volna az első karanténkivesézző. Igen, ez a karanténkivesézző. A 33. Igen, a 33. És jövő héten is majd valamilyen formában biztosan lesz kivesézző, és a videók is ugyanúgy pörögnek tovább, tehát szerintem nyomatjuk, nem lesz probléma. Ja. Minden érkezik. Klisé keresünk még egy, van a dobozban, ugye? Még azon kívül, ami tegnap kijött, még egy van, ami így pihenget, amit elkészítettünk, és akkor utána természetesen azok is majd valahogy mindenképpen elő fognak még bukkanni itt a csatornán. Így van, gyerekek. Úgyhogy akkor jönnek a videók, jövő héten jövünk újra. Addig is vigyázzatok magatokra, és sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!